jelen tudatosnak lenni. Ha egy szóval szeretnék fogalmazni, ébernek. Ébernek az érzéseimre, a gondolataimra, az önsorsrontó hiedelmeimre, azokra a programokra, amiket néha ösztönlény üzemmódban követek, azokra a viselkedés mintákra is éber vagyok, amit öntudatlanul reprodukálok újra és újra, megismétlem azt a ismeretet, amit gyermekkoromban, vagy fiatal felnőtt koromban tapasztaltam. És azt is jelenti, a tudatosság azt is jelenti számomra, hogy éber vagyok a hétköznapi megéléseit illetően. Tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy hogyan működöm, tudom, hogy mi a feladatom ezen a bolygón, és ez szerint is cselekszek. Tehát a számomra a tudatosság nem egy fogalom, hanem maga a személy, aki tudatos. Tudom, hogy sokféle tudatosságról lehet hallani, pénzügyi, egészségügyi, mindenféle irányból lehet hallani a tudatosságról, és mindig valami olyan irányba megyünk el, hogy hogyan tudnánk az anyagot egy másik anyaggal megváltoztatni. Ez az anyagi szintű tudatosság, mindennek van tudatossága, a kőnek, a fának, a paradicsompalántának, a kiskutyának, az embernek, mindenkinek van egy bizonyos szintű tudatossága. Ez a tudatosság híven tükrözi azt, hogy miként gondolkodunk, cselekszünk, beszélünk, döntést hozunk, és egyáltalán miképpen élünk. Az, hogy ez az anyag milyen szintű elváltozásokat produkál, az a gondolataink, cselekedeteink, szokásaink tükre. Tehát, ha betegek vagyunk, vagy van egy komoly testi elváltozásunk, akkor az annak a tudatosságnak a szintjén említhető meg. Az éberség, az a szó, amit én értek a tudatosság alatt, és számomra ez az irány a personokrácia, tehát nekem ezzel hozta meg a teljes átalakulást, és gyakorlatilag a gyógyulást. A teljes gyógyulást, igen. Ami felül emelkedik azon a szinten, mint ahol a probléma keletkezett. Nagyon sokszor ismétlik, és nagyon sok helyen hallottam, bár vannak, akik tagadják, hogy a mondat valóban Albert Einstein-től származik-e vagy sem, de tudjunk ettől egy picit elrugaszkodni, bárki is mondta, gondolta, teljes mértékben egyetértek ezzel, hogy egy problémát nem lehet azon a szinten megoldani, mint amilyenen az keletkezett. Vagyis ahhoz, hogy rálássak az életem problémás területeire, hogy éber legyek, hogy ne ismételjem ugyanezeket újra és újra, ne essek bele ugyanazokba a csapdákba, ne állítsam le az épp gyógyuló programjaimat, ne menjek bele egy újabb konfliktusaktív szakaszba, ha ér egy olyan helyzet, amire sablonosan reagáltam eddig, mert vittek a mintáim, az elképzeléseim, a tévhiteim, a gondolataim, azok a szokások, amelyeket néha tényleg robotulót üzemmódban viszünk véghez, hogy ezek ne tudjanak újra kifejteni egy olyan hatást, ami elindít egy nem kívánt értelmes biológiai különprogramot. Bocsánat, hogy azt mondom, hogy nem kívánt, mert valójában senki nem vágyik arról, hogy bárcsak Rákos lehetnék. Én ilyet nem hallottam. Még lehet, hogy vannak ilyen elkeseredett emberek is, de mindannyian egészségesek szeretnénk lenni, mindannyian harmóniában szeretnénk élni, örömben és békében. Tehát közben harcolunk önmagunkkal, a múltunkkal, az elképzeléseinkkel, a be nem teljesedett vágyainkkal, azokkal a falatokkal, amikért csóvárgunk, ugye itt van a hátam mögött a gyermekgyógytudományos táblázata. Életeket, hosszú éveket tudunk azzal eltölteni, hogy csóvárgunk valami után, amit nem kaptunk meg, vagy valamitől szeretnénk megszabadulni, ami számunkra már terhes, vagy nem kívánatos. Ha mindez nem sikerül, akkor van önmagunkra nézve egy kellemetlen megjegyzésünk, egy konklúzió, egy következtetésünk, ezt ugye önleértékelésként tudjuk megfogalmazni, és azok a pillanatok, amikor ezekkel a gondolkodási mechanizmusainkkal találkozunk, azok nagyon mérvadóak, és én ezeket a pontokat tudom
az életemben, mint DHS-ként felhozni, hogy igen, ott, amikor nem sikerült a vizsgám, is megbuktam, és rajtam rögött az egész osztály, mert nem tudtam felelni, és így tovább, és így tovább. Ez a történet maga, ami publikus. Igen. Amit mindenki tud és lát. Amit vagy elmondok, vagy mindenki tudott, de az a konklúzió, amit én magamról levonok, hogy mert egy szerencsétlenség vagyok, mert direkt úgy kérdeztek, mit én felhozom az összes magyarázatot ezzel kapcsolatban, ez igenis nyomot hagy a további döntéseinken, a későbbi döntéseikben. És ami a legizgalmasabb az, hogy ezen a szűrőn, ezen a sütét napszemüvegen keresztül látom a következő eseményt és a következőt, és elindul valami, amire azt hiszem tévesen, hogy ez az én személyiségem, közben lehet, hogy csak invédő mechanizmusokat indítottam el, lehet, hogy nem tudok különbséget tenni a probléma és a konfliktus között, lehet, hogy nem térek napirendre, lehet, hogy a múltat le kellene tudni zárni, el kellene engedni, meg kellene bocsátani, és rengeteg dolog van egy-egy betegség kapcsán is, és hogyha magamból beszélhetek még két szót, akkor elmondanám azt is, hogy nagyon-nagyon jó kezdet megismerni az emberi test működését, mert rájöhetek arra, hogy ezek az úgynevezett betegségek, bár Hammer doktor soha nem említi betegségként, hanem értelmes biológiai különprogramként nevezi őket. Ezek is nagyon-nagyon sok esetben valamire rámutatnak. Talán minden esetben, de ezt majd szeretném ott fejteni ki. Rámutatnak valamire. Arra, hogy hol kellene a tudatosságomon, az éberségemen egy picit finom hangolni, vagy néha nagyon komolyan áthangolnia azt a fekete dobozt, ami itt van belül, amin keresztül mennek az információk, mert az én megélésem számomra az egyetlen igazság, az egyetlen valóság, és pont az első természettörvénynél írja le Hammer doktor, hogy hányféleképpen lehetne reagálni egy eseményre. Na, de itt a reakciókészletünk, az, ha nem változik, és nem vagyok éber arra, hogy már megint reagálok. Reagálok, és nem tudatos vagyok. Akkor nagyon-nagyon izgalmas külön programokat tudunk elindítani és bonyolítani. Számomra a cél az, hogy éber legyek arra, hogy azok a helyzetek, amelyek velem szembe jönnek, vagy most kicsit más megközelítésből, amit megteremtek magamnak nem tudatosan félelemből, azok is valami miatt az életemben vannak. És hogyha tudatosságról beszélek, akkor fölül kellene emelkednem a reagáló ösztönlény üzemmódon. Nagyon nagy dolgot mondtam. Nagyon. Akkor, amikor a reagáló ösztönlény üzemmódon felül emelkedem, vagyis felemelem a tudatossági szintemet egy ennél magasabb fokra, ahol rálátok a teljes problémára, rálátok önmagamra is, mert itt önmagunkkal szemben vagyunk, mérhetetlenül szubjektívek, elfogultak, mert szívesen ecseteljük, hogy ki, hol, mikor, mit nem tett úgy, ahogyan a mi elvárásainknak megfelelő lehetett volna, de önmagunkkal szemben ez a túlzott elfogultság, ez megakadályoz abban, hogy felleljük azokat a pontokat, ahol alakítanunk kell. Igenis, fel kell ébrednünk abból az álomvilágból, hogy a dolgok csak úgy magától vannak, csak úgy magától lesz valaki beteg, csak úgy magától jön egy rákdiagnózis. Nem kérem, ezért minden egyes esetben tenni kell. És nem unalmában betegszik meg valaki. Senki nem unalmában betegszik meg, bár nagyon könnyű kifogást kínál az eddigi tudásunk arra, hogy genetikai, hogy biztos öröklött, környezeti ártalom, táplálkozás, mozgáshiány. Igen, rengeteget tudunk kifogásokat felhalmozni, és nagyon-nagyon jól is esnek ezek a kifogások, hogy nem jár a nevem, nem én
okoztam mindezt, hanem csak úgy lett magától. És itt a tudatosság kapcsán a Germán Gyűjtőmű nagyon jó szemfelnyitó eszköz arra, hogy ezeket a elmismásolt, szőnyeg alá besöpört dolgokat is egy kicsit leltárba vegyük. No, tudom, senki nem szereti ezeket leltározni. És valójában pontosan a nem szeretemsége miatt jönnek ezek ilyen szinten elő, mert amivel nem foglalkozok, attól még a biológiánk még megéli. Tehát lehet, hogy én nem gondolok arra, hogy mikor, hol, milyen konfliktust éltem meg, de amikor testi tünetem van, akkor igenis hozzá kell fogni ezt megismerni, és megtudni, hogy mi okozta, és ezen a szálon elindulni a tudatosság. Azt jelenti, hogy nem ülök karba tett kézzel, hogy hát majd csak felfedezik a rákja lesz a rész, igen. Majd csak lesz valami, majd csak jön valami, majd csak történik valami, nem. Az én történetem, az én történésen keresztül tudott manifestálódni, tüneteket jelenteni, és velem, rajtam, miattam, általam is értem, fog ez a program meg is tűnni, akkor, hogyha éber vagyok arra, hogy ezeket a programokat felismerjem, lezárjam, és soha többé ne ismételjem meg. Számomra ez az éberség. Az éberség, az más szóval azt mondjuk, hogy figyelem. És ez a kép a weblapon rajta van, meg lehet nézni, és most mindenkit sínre teszek. Tanfolyami egyik része. Egyik része, és a mondat lényege, hogy amire figyelsz, ott a valóságod. Na most ezt még konzultációkon is eljátszuk, a figyelmet, és amikor valóban figyelek, akár csak egy tollra, valóban figyelek, akkor eltűnik a gondolat. Akkor megjelenek a pillanatban. Jelen vagyok a pillanatban. És mivel nem zakatol az agyam, ezért egy teljesen más minőségben jelenek meg, teljes elfogadással. Ez a minőség az, ami a biológia feletti minőség, ami pont azt fogja biztosítani, hogy meg se betegedjek. A kérdés, mennyi ideig vagyok képes jelen lenni az életemben és figyelni? Ez csupán szokás kérdése. Kezdetben lehet, hogy nehéznek tűnik, de utána már azt tűnik nehéznek, hogy ne figyeljek, hogy ne legyek jelen az életemben. Nem a robotpilótára bízom az életem történetét, és nem csupán biológiai lényként reagálok, mint a mókus fenn a fán. Nem. A biológia túlélés érdekében három dolgot tud tenni. Üss, vagy fuss, vagy tedd halottnak magad, vagyis maradj mozdulatlan. És ezből a három reagálásból, ennek a megéléséből, vagy annak képtelenségéből, hogy én ezt megtegyem, ugye, rengeteg dolgot találunk, és itt a hátunknál ez a tudományos táblázat erről szól. Nagyon röviden és tömören. Tehát, ha megtanulnánk végre figyelni, akkor el tudnánk csendesedni, nem zakatolna az agyunk, és akkor valójában azt látnánk, ami van. Mert akkor már nem a félelem, hanem a figyelem irányítaná az életünket. Nyilván bővebb információkat és egyéb dolgokat a tanfolyamon részletesen kifejtünk, de szerintem akinek ennyi elegendő volt, hogy felébredjen, az legalább nem ült itt hiába. A tudatosságot minden szinten próbálják gátolni, kérem szépen, nehogy felébredjenek az emberek, mert addig jó, míg félelemben élnek, mert addig manipulálhatók. Ezért a figyelmünket lekötik a médiák mindenféle felesleges, zagyva és káros információval. És egyezünk meg, hogy minden, ami él, az élni akar, nem szeretne, akar, és mindent megtesz azért, hogy túléljen. Tehát a félelem az,
ami a biológiai testet működteti, illetve túlélésre készteti. No de, ha én ragaszkodom az eddigi ismereteimhez, mert az a tuti biztos dolog, amit nekem az egyetemen tanítottak, akkor mi lesz a következmény? Az lesz, hogy maradok az eddigi ismeretekkel, és azt szerint fogok szenvedni. Ha ragaszkodok az eddigi gondolkodásomhoz, akkor mi a fene lesz velem? Hát az a legnagyobb problémája egy tanult embernek, hogy mi lesz, ha nem követem azt, amit eddig a meggyőződésem volt. Tudom. Én igazán tudom. Átéltem. Mit jelent az eddigi meggyőződésektől megszabadulni? Nem egy könnyű dolog. Pláne orvosnak nem könnyű dolog. De arról a meggyőződéséről megszabadulni, hogy a rák az egy rossz indulatú folyamat, hogy a kemoterápia fogja a beteget meggyógyítani. Ezt verik a fejünkbe. De ameddig nem tesszük az alapokat helyre, amíg nem vagyok hajlandó ugyanezt a történetet a másik végéről is felismerni, addig mindig ugyanazt fogom tenni. Ragaszkodok egy olyan társasághoz, ahol félelmekkel manipulálnak. Mindig elmondom, ha megyünk egy előadásra, és azt veszem észre, hogy szorongok, hogy izzad a kezem, a lábam, hogy nem érzem jól magam. Állj fel, és menj ki! Mert ott manipulálásról van szó, amikor csak bizonyos embereknek, arra érdemes embereknek mondanak el nagy titkokat. Kérem szépen, a manipuláció felső fokáról van szó. Ezek a titkos társaságok, ezek az álspirituális csapatok és egyebek. Tehát figyeljünk arra, hogy ne manipuláljanak minket félelemmel. Nagyon köszönöm, hogy ezt a szót használod, hogy ne manipuláljanak bennünket félelemmel. Az az ember, aki fél, az hajlandó bármit megvenni, megvásárolni, önmagát bárminek alávetni. Főleg azért is van ez így, mert az az ember, az a lény, aki folyamatos félelmeket kap, elővetítve, prognosztizálva, megjövendőlve, hogy mi lesz majd 2 év múlva, az nem is gondolkodik más alternatíván, csak azon, hogy ezt a félelmet valaki vegye el tőle. És itt vannak a nagybetűs megmentők, akik hivatásszerű módon élnek ezzel a megmentői látszattal. Az egészségügy alapja 3 pilléren nyugszik, a félelem, védelem, megelőzés címszó alatt, hiszen addig, ameddig nem félünk az aktuálisan divatos korságtól, addig mindenki boldogan kertészkedik, játszik a gyerekeivel, elmegy nyaralni, élvezi a pünkösdi 3 napos hétvégét. De hogyan lehet az emberek gondolkodását valami más irányba elvinni? Például egységú tájékoztatással, ezért nem hallunk a gyermekgyógytudományról a médiában, nem látjuk reggeli csevegős műsorokban a gyógyult betegeket, hogy milyen jó, hogy Hammer doktor felfedezte a gyermekgyógytudományt, mert ez gyakorlatilag ugyan nagyon jó hír az emberiségnek, de annak az iparnak, aki szereket ad el hivatásszerűen. Betegségipar. Annak ez nem hoz semmiféle hasznot. Ahhoz, hogy teljesen egészséges emberek hajlandóak legyenek valamit félni, ahhoz elég gyakran kell ismételgetni a betegség szót. A kockázatok és mellékhatások tekintetében. Kérdezem meg házi orvosátok szerint. Na, ez a mondat már kiment a divatból, mert az emberek rájöttek arra, hogy vannak kockázatok és mellékhatások, most már teljesen mást kell mondani. Ha végig megyünk az utcán, mit látunk? Nagy harsogó plakátokat, gyógyszergyárakat, gyógyszertárakat, bankokat, és gyakorlatilag a teljes emberi élet minden irányába, minden szegmentumába begyűrűzött már
a gyógyszeripar. Mert ha most nem is vagy beteg, de lehetsz. És ugye azok az emberek, akiket úgy neveltek, hogy jobb félni, mint megijedni, azok inkább hajlamosak egy életen keresztül félni, ugye ezért tolongunk a patikákban is. És az orvosi rendelők előtt szűrővizsgálatokra, mert félünk a ráktól. Igen, viszont van egy ilyen mondat, amit szintén, ha eleget hallunk, akkor igaznak hiszünk, méghozzá az, hogy ha időben, én még soha senkivel nem beszéltem, aki még időben ment volna orvoshoz, lehet, hogy az én beszélgető partnereimmel van baj, vagy velem, nem tudom, de nagyon nagy többségében a beszélgető társaimnak az a mondat üti meg a fülét a rendelőben, hogy hamarabb kellett volna jönni. Szóval, ha félünk, akkor védelmet kérünk valakitől, és azért hajlandóak vagyunk fizetni, pont úgy, mint az olasz védelmi maffia védelmi pénze, hogy ha minden hónapban fizetünk egy bizonyos összeget, ha bajba kerülünk, akkor majd jönnek és megmentenek bennünket. Ezt állambácsi minden hónapban levonja adóügyben a fizetésünkből, mint egészségügyi biztosítás. Igen ám, de ettől sem lehetnék nyugodtak, mert benne a kánya, hogy ez oda megy, hogyha ez jó célt szolgálna. Csak hogy a félelemvédelem megelőzés címszó alatt, ha bemegyünk egy rendelőbe, bármilyen intézménybe, bárhol a világon, nem arról hallunk, hogy hogyan maradjunk egészségesek, hogyan őrizhetjük meg a fittségünket, erőnlétünket, szellemi frissességünket, mentális frissességünkre gondolok ilyenkor. Hogyan éljünk békében, boldogan, egységben és harmóniában? Na hát ez van a lényeg. No, hát ha csak arról tudunk, hogy milyen korságok léteznek, és hát ugye a média is folyamatosan támogatja ezt a megfélemlítő propagandát, ezt nem tudom másképp mondani, hát ez a neve. Ez a neve. Akkor az emberek folyamatosan félnek valamitől. És ahol a figyelmem, ott a valóságod, mondtad az előbb. Amire figyelsz, ott a valóságod. Ha állandóan a betegségektől félek, akkor nem tudatos teremtőként meg is tudom ezt teremteni magamnak. És nagyon érdekes az, ahogyan a betegségeinkkel, a tüneteinkkel, a panaszainkkal vagyunk. Miért is lényeges ez? Mert ha csak egyetlen egy irányvonalat lehet tudni és ismerni, és az összes többi magas így bele van söpörve az asztalról, akkor innen lehet látni, hogy mi az, ami államilag az vallásosan el van fogadva dogmaként, amit csak úgy lehet, csak úgy szabad. Viszont itt azért megbicsaklik a tudomány, pontosan amiatt, mert nem is tudjuk, hogy mindazt, amit mi minden napokban gondolunk, érzünk, cselekedünk, az milyen módon tud bennünket megbetegíteni. És akkor, amikor ragaszkodok ahhoz, hogy már pedig nekem kell újra győzedelmeskednem, csak is nekem lehet igazam, kötöm az ebet a karóhoz, vagy ahogy egy másik kedvenc mondani, hogy nem is engedek a 21-ből, Ez is egy olyan helyzetet teremt, ami benne tart abban a tudatosságban, amin az a probléma keletkezett. Nem látok rá az esemény minden szállára, önmagamra végképp nem, és ha jön egy következő ilyen helyzet, ugyanúgy beesek ugyanabba a csapdába, mint ahogyan eddig. Vagyis reagálok gyakorlatilag. Így van. De... amit még szerettem volna mondani, és szeretném ezt nem elfelejteni, megemlíteni, az, hogy akadémikusan elfogadott irányvonalak mentén vagyunk valahogy behuzalozva. Ha fáj a fejem, gyorsan kaparászok egy algopinint, biztos azért, mert jön a hidegfront, a melegfront, esni fog holnap, nem fog esni, jön a derűre borul, vagy fordítva, apollen, amit csak össze lehet szedni, mindent felhozunk mentségünkre. Ez az a gondolkodásmód,
ami úgymond felmentést ad az alól, hogy önmagammal foglalkozzam. Akkor, amikor ilyen klikjeim vannak, ilyen társaságaim vannak, ahol mindenki elkezd rohamosan kotorászni a táskájába, és mutogatni, hogy milyen új ízű, alakú, formájú, összetételű csomagolású gyógyszert szed, és mindenkinek van egy tipje, hát nagyon nehéz arról beszélni, hogy tudjátok, én azzal szeretnék foglalkozni, hogy mi a betegségemet kiváltó ok. Na, ilyenkor van a hangos lehúrogás, és ilyenkor vannak olyan kényszerhelyzetek, és gyakran ultimátumok kiadva, hogy hát ezzel nem is kell, mert hogyha ilyesmivel foglalkozol, akkor jaj, mi lesz veled. Ugyanezt halljuk az orvosi rendelőben is, hogy ne foglalkozzunk ezzel, inkább oldjuk meg így vagy úgy vegyszeres módon. Tudatosság vagy gátló tényező maga a zárt gondolkodás. Hogy a félelmeimet nem tudom egy pillanatra sem kicsit kívül tekinteni. Úgy, hogy igen, ez egy opció, ez egy lehetőség, elismerem, hogy igen, én most attól félek, hogy valamit elrontottam az életemben. Mindannyian ettől félünk, tehát igazából ezzel nem mondtunk el valami őrületes nagy dolgot vagy újat. De azáltal, hogy nem próbálom meghaladni önmagam reagálási képességét, önmagam érzelmi állapotát, nem próbálkozom ebből a tudatlan félelemmel átítatott ösztönlényezemmódból egy magasabb szintű tudatosság felé kapcsolódni, ezáltal gyakorlatilag börtönre ítélem magam a betegség börtönére. Teljesen így van. Gyakorlatilag már mindent elmondtam. Akkor tényleg megyek. És az a csodálatos, hogy ugye Hammer doktor is azt mondta, hogy orvosoknak és betegeknek írt a germán gyógytudományt, akiknek szívük és józan eszük van. Álljunk meg egy pillanatra. Kinek van józan esze? Akinek van belátása? Akinek még nem vették el az eszét. Akinek még nem vették el az eszét. Az ember abban különbözik a biológiai ember a biológiai állatoktól, hogy tud gondolkodni. És pontosan a gondolkodásunkat manipulálják minden téren, és ez a legnagyobb akadálya annak, hogy egyáltalán valaki foglalkozzon azzal, hogy germán gyógytudomány. De ez még nem elég, hogy megismerem az öt természettörvényt, és akkor azt mondom, hogy hú, ez tényleg egy fantasztikus, logikus rendszer, még ettől nem fogok meggyógyulni. Mert a betegségeket, vagyis az értelmes biológiai különprogramokat nem az agymenéseinkkel indítjuk el többnyire, olyan is van, hanem amikor érzelmileg valamiben beleragadunk, és abból nem tudunk kijönni. Ez a rákvas törvényének a lényege. Ugye Hammer doktor, a 19 éves fia, Dirk Hammer halálának köszönheti, hogy felfedezte a rák vastörvényét, vagyis leírta, hogy kőkeményen mik azok a feltételek, amik ahhoz szükségesek, hogy egy daganatos folyamat elinduljon a szervezetünkben. Tehát ha valaki arra vágyakozik, hogy daganata legyen, akkor most figyeljen, a recept a következő. Kell hozzá mindenképpen egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, ami váratlanul meglepetésszerűen érkezik, mint derült égből a világcsapás, és ezt az egész ügyet magányosan, elszigetelten élem meg, és benne maradok ebben a helyzetben. Ez a recept. Kérem szépen, amit külön aláhúztam, és még egyszer aláhúzom, azt tessék figyelni, az a félelem. Örömében senki nem fog megbetegedni. Csak a félelem az, ami megbetegít. Vagy, és itt jön be, amikor nem egy váratlan, meglepetésszerű dolog történik, csak a reagálásom mindenre arról szól, hogy ezt nem lehet elviselni. Hát borzasztó. És nem csak a hőséget nem lehet elviselni, hanem a szomszédot se, a politikai helyzetet se. A postás semmit. És akkor csodálkozik az illető, hogy neki fáj a csípőizülete.
Holott nem élt meg olyan hatalmas nagy félelmet, de ez már reagálás, kérem szépen, és ez is beindítja, fenntartja folyamatosan azt a biológiai programot, amihez elegendő az inger küszöböt elérni. És a program már elindult. Az, hogy magányosan élünk meg valamit, és benne ragadunk a konfliktusban, nagyon gyakran nem teljes mértékben értett vagy értelmezett. Hát én nagyon örülök, ha ezt kifejtett, hogy mi az, hogy magányosan. A magány néha úgy képzeljük el, mint a remetét, aki fent él a hegytetőn, nincsen, akihez szólhatna, nincsen, akivel megoszthatná az ebédjét, vagy a vacsoráját. És azt gondoljuk, hogy hát mi társadalmi lényként, családban élő, párkapcsolatban, szociális kapcsolataink vannak, tehát nem lehetünk magányosak. Mindig hallom, hogy én nem vagyok magányos. A magány esetét azt a belső magányban, mint megélés, mint érzelem, az egyedül magamra hagyatottság érzése, az minden egyes betegségnél ott van, mint lehetőség. Mert elmondom, hogy fáj a fejem 5-ször per nap, de senki nem tudja, hogy ez milyen fájdalom, hogy az lüktet, hogy az hasogat, hogy az fáj, hogy nem tudok másra figyelni, hogy központi gondolatommal vált a szenvedés, és ebben az állapotban egyedül én vagyok, tehát ez hiába, hogy vannak körülöttem 40-en, és legyegészgetnek pálmalevéllel, és szépeket mondanak rólam, ameddig én nem tudom ezt a belső gyötrelmes állapotot megérteni, hogy akkor is magányos lehetek, ha 6 gyerek van mellettem, akkor is magányos lehetek, ha minden szerettem engem vesz körül, mert nem értenek meg, mert magamra vagyok hagyatva, mert magamra vagyok utalva ebben a helyzetben, mert senki nem tud meggyógyulni helyettem. És ez is egy ilyen faramuci helyzet, hogy pont az ős magány, ami ilyenkor el tud bennünket kapni egy tünet kapcsán, vagy egy konfliktus kapcsán, ez az ösztönlény reakciója, hogy nem merem elmondani, hogy szégyellem elmondani, hogy megcsalt a párom. Belső gyötrelmes állapot. Tökéletes leírás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát a magányosan élem meg, és benne ragadok a konfliktusban, és ugye az előbb hoztam egy bőt példát, amivel tele van az irodalom, a szép irodalom, hogy ki kivel csalta meg a másikat, vagy maradjunk Otellónál a féltékenységgel, hát nem merte elköszírét élni, hogy valószínű, hogy Desdemona megcsal, mert hát akkor mi így, hogy néznének rám a hercegre, a tekintély személyként megismert férfi alak, hogy mondaná el azt, hogy egy olyan méltatlan partnerrel csalta meg Desdemona, akit úgy hitt, hogy ez valóban megtörtént, ezeket a belső gyötrelmeket nem mondják el az emberek, mert mi játszhatott le mondjuk Otello fejében, hát nem vagyok elég jó férfi ennek a nőnek, ha új partnert keres. Na most ezt senki nem teszi ki az ablakból, és nem becsekszik azzal, hogy öleértékeltnek érzem magam szexuális tevékenységemet illetően. Hát nem ezzel megyünk a villamos megállóba ismerkedni, hogy és itt van a magányosan megélt állapot, hogy nem beszélek róla, és benne maradok, mert ki se tudom adni magamból, és meg se tudom oldani. És itt van az egyedül vagyok, benne vagyok, és beleragadtam, és folyamatosan újra, és újra, és újra. Ez a mottója a hétköznapjaimnak, és pont emiatt nem tudjuk feloldani a konfliktusainkat. Mert túlzott mértékben felnagyítunk egy-egy helyzetet. Nagy többségében a konfliktusokat, amelyekkel én eddig saját magam egészsége, illetve mások egészsége kapcsán láttam, azok emberi konfliktusok, emberi elvárások nem teljesülése. Tehát semmi olyan extra dolog nem volt, ami nem lehetett volna megoldani, átgondolni,
átkeretezni a hozzáállásunkat egy kicsit, megnézni külső szemlélőként, és lehet, hogy másik ember történetét hallva mindannyian okosabbak vagyunk, hogy mit kellett volna tennie. De akkor, amikor mi vagyunk érintettek, azért nem tudunk reálisan és objektivitással kívülálló hidegfejével szembenézni, mert benne vagyunk a konfliktusban, még mindig nem tettünk pontot a mondat végére. Vagyis nem zártuk le békével a napjainkat. És ebből adódik a legfontosabb és legegyszerűbb megoldás mindenre. Mert, mint mondani szoktam, senki még nem találtam biztosítót, aki hajlandó velem biztosítást kötni arra, hogy engem az életben soha többet nem fog váratlan érzelmi megrázkódtatás érni. Erre nincs biztosítás. Még az apró betűs részben sincsen benne. Na de, az, hogy én meddig vagyok hajlandó ebbe benne maradni, ez csak tőlem függ. Mert egyszerre vagyok én biológiai lény is, akinek ilyen tulajdonságai vannak. Na de kérdés az, hogy ki kit igazgat. Ha benne maradtam a konfliktusba, az azt jelenti, hogy holnap is, holnap után is, két hét múlva, két év múlva is még mindig ugyanaz lesz a program. És az agyam nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió közt. Csak a pillanatra reagál, és akkor megint emlékeztetnék mindenkit, hogy amire figyelsz, ott a valóságod. Tehát csak a pillanatra reagálunk, és ha én behozom a pillanatba a 10 évvel ezelőtti helyzetet, amit még mindig nem tudtam elengedni, akkor az még mindig most fog engem megbetegíteni. Tessenek megérteni, a legfontosabb dolog, zárjuk le békével a napjainkat. Megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával. Ezek különböző lépcsőfokok, de ha el tudok jutni a háláig, akkor tényleg lezártam azt a történetet. Na most, ha benne maradok a konfliktusba, akkor ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi választ fog elindítani. De nem véletlenül tettem a lelket itt idézőjelbe. Így van, Réka? Igen, a magyar nyelven lelki megrázkódtatásról beszélünk. Ez egy pszichés megrázkódtatás tulajdonképpen, hát de ez a szó is ijesztően hat azok számára, akik nem járatosak a testen túli állapotokban. És rögtön hallom az ellentábornak a dolgát, hogy nem pszichés megrázkódtatás, hanem ez egy biológiai konfliktus, mert az állatokat nem lehet pszichésen megrázkódtatni. Mondtam a lényeg, miről szól. A félelemről. A félelemről. Csak emberként ugye a félelmet pszichésen fogom megélni. Az állat egy túlélő programot indít el, mi is egy túlélő programot indítunk el, de van különbség az emberi, hát hogy mondjam, reagálás és egy állat reagálása között. Mert egy állat egyetlen sínt fog kiépíteni, tehát a konfliktus pillanatában rögzítem a körülményeket, a sineket, és kész. A nyuszinak a fejében sinek vannak. Tanult ember fejében meg pályaudvarok vannak, mert annyi, olyan az asszociatív gondolkodása, hogy egyetlen konfliktusra tud elindítani 10 programot. Na, a nyuszi nem ilyen okos. Na most, amikor ez mind megtörténik, elindul az értelmes, biológiai különprogram. Ez egy fantasztikus jó megnevezés, mert mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Tessenek kinézni az ablakon. Nem kell hozzá egyetemi tanulmány, csak mi kell hozzá? Na vajon mi kell hozzá? Csak a figyelem kell hozzá. Ha megfigyelem, hogy hogyan működik az élővilág, akkor rájövök arra, hogy minden, ami él, az élni akar. És az egész élete a túlélésről, és ezen belül a faj fenntartásáról szól. Ez az értelme minden folyamatnak, ami bennem is lezajlik. Hoppá, akkor nem beteg vagyok, hanem túlélek. Így jobban tetszik valakinek, akkor használja ezt a kifejezést. De mindig akkor nevezünk valamit betegségnek, amikor már ugye éppen gyógyulok. Na most ez a lélek-agyszerv tengely.
leírása, felfedezése, leírása. Kérem szépen, paradigmaváltás a medicinában. Na, ameddig még ezt se tudom elfogadni, addig még a biológiai tudatosságot se fogom elérni. A biológiai tudatosságot elérem, ha legalább az 5 természettörvényt felfogom, elfogadom, és ha elkezdek másképpen élni, akkor már jutottam valamire. De még mindig nem a sinek kerülgetése jelenti azt, hogy én tudatos ember vagyok. Addig még mindig csak biológiai tudatosságom van. Mert tudom, hogy mi az, ami elindít egy betegséget, tudom, hogy rögzítettem a sineket, hát akkor nyírjuk ki az összes parlagfüvet, mert én azért tüszentek, mert van parlagfű. Ez nem tudatosság. Egyetértünk? Ez nem tudatosság. Amikor rájövök arra, hogy bűzkonfliktust éltem meg, és a parlagfű csak tanúja volt annak, hogy én ott bűzkonfliktust éltem meg, mert benne volt a levegőben, akkor talán a bűzkonfliktus feloldásával kéne foglalkozni. Amikor elkezdünk lélek, agyszerv, tengely mentén gondolkodni, akkor fogunk a tünetek alapján, ugye, szerv, a tünetek alapján eljutni a valódi válaszra, hogy mitől is betegedtem meg, és arra is rá tudok majd jutni, hogy hol is tart ez az értelmes biológiai különprogram. Mert ugye ez két fázisban zajlik, van egy konfliktus aktív, amíg benne vagyok a konfliktusban, és van egy megoldást követő fázis, amikor éppen gyógyulok, és kineveznek betegnek. Hát nem nagyszerű. Ha tényleg egy váratlan esemény úgy ér, mint derültékből a villámcsapást, akkor DHS-ről beszélek. És akkor ennek itt van a becsapódása, látszik a koponya CT-n. Fekete nyíl is arra mutat. Körkörös energiagyűrűk jelennek meg a kontrasztanyag nélkül készült koponya CT-n, ami a koponya alappal párhuzamosan készült. Ha tessenek megpróbálni ilyet kérni, és rögtön tiltakozni fognak, hogy ezon semmi nem látszik. De felteszem én a kérdést. Ha valaki nem tud éjszaka nyugodtan aludni, ha folyton zakatol az agya, ha emelkedett a vérnyomása, ha állandó visszatérő gondolata van, mert megélt egy konfliktust, egy félelmet, vagy egy élethelyzetet, ami nem tudja magát túltenni, akkor ez koponya CT-vel kell igazolni, hogy neki tényleg ez a baja, vagy esetleg a beteg őszintén el tudja mondani, hogy mi az, ami foglalkoztatja. Na, ez itt a nagy helyzet. Tehát a kérdés az, hogy meddig maradunk a konfliktus aktív fázisban, mert addig az említett tünetek fennmaradnak. Vagyis akinek magas a vérnyomása, az futtat legalább 4-5-6 programot tudatlanul. Már teljesen nyugodt, mégis magas a vérnyomása. Mitől? Hát attól, mert sinen van. Attól, mert tévét néz. Attól, mert híreket hallgat. Attól, mert nem tud a családtagjaival megértésben, békében élni. Attól, mert önmagával van a legnagyobb problémája. Mert nem tud az alkoholtól elszakadni. Például. És tudja, hogy nem kéne, de mégis megteszi. És egy állandó konfliktus helyzetben van önmagával. Tehát a konfliktus aktív fázis meg fogja határozni, hogy a megoldást követő fázisban hogy fogok szenvedni. Mert a tünetek itt jönnek. A megoldás után jön a exudatív fázis, ezt követi az epileptoid krízis, és utána a hegesedési fázis. Ez a három együtt mind a megoldás követő fázisnak a része. És nem tudom, nem akarok durván fogalmazni, de egyszerűen érthetetlen számomra, hogy az az ember, aki volt tanfolyamon, aki már legalább az 5 természettörvényt megnézte, és rádöbben arra, hogy éppen az exudatív fázisban van, vagy a hegesedési fázisban van, miért nem tudja elfogadni? De még mindig ugyanabban a reakciókészletben él, hogy minden, ami a szokatlantól, a megszokottól eltér, az benne félelmet kelt. Tessék. És a félelem az, ami mint szokás, mint csúnyát fogok mondja. Mondani, mint személyiségjegy jelenik meg. Azt gondolja, hogy
Élelemmel élni természetes, mert mindenki így működik. És Karesz, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy te ezzel foglalkozol naponta 8-10-12 órán. De az az ember, aki egyszer meghallgatta, mert akkor éppen fájt a könyöke, de most nem a könyöke fáj, hanem a vakbele, vagy a vastagbele, lehet, hogy pontosan itt van a csavar, hogy egy helyzetet lehet, hogy megoldok, vagy megoldódik magától. Mert vannak olyan szerencsés helyzetek, amelyek értelmüket vesztik. Konfliktusokként az élet megoldja, megy tovább, megszűnik a probléma. De én magam, mint személy, aki majd egy következő konfliktus helyzettel szembenézek, ha nem változom, akkor gyakorlatilag csak a terep fog másképpen lenni. Tudod, mint a videójátékokban, hogy mindig ugrálnak újabb és újabb akadályokba, és ami már a tizenvalahanyadik szinten van, és akkor jönnek a még nagyobbak, valahogy egy ilyen Super Mario figuraként éljük mi is az életünket, megkövetek mindenkit ezért a hasonlatért, de valahogy csemberből vederbe ugrándozunk, és elfelejtjük azt, hogy ez csak egyfajta viselkedésmód, ez csak egyfajta nézőpont. Mi lenne, hogyha kilépnénk a valóságba, és megnéznénk azt, hogy vajon miért élek én ennyi konfliktus közepette? Hogyan lehetne ezt valóban és hathatósan megoldani? Hogyan lehetne fenntartani az éberségem? Mert itt lehet, hogy akkor a könyökön fájt, az megoldódott, de nem figyeltem a vastagbélre, mert az nekem, szoktuk mondani, az nekem nincs is. Nincs is. Ha nem érzem, akkor nincs. Igen. Szóval érdemes lenne nem csupán az információk szintjén megragadni. Varázslatos. Varázslatos az, hogy minden két fázisban zajlik. Tényleg elképesztően logikus, egyszerű, tiszta, kiszámítható mérnöki precizitással hajszál pontosan rámutat a problémára, de mi van akkor, ha ezzel én nem szeretnék szembenézni, én ezzel nem szeretnék időt tölteni, nem szeretném elismerni, hogy igen, nekem ilyen vagy olyan problémám, konfliktusom volt. Két ilyen történetem van a mai napról, mind a kettő hölgy. Az egyik egy szklerózis multiplexes történetet írt le, amit rövid idő alatt élt meg, és rövid idő alatt gyönyörűen megoldott. Használta a germán gyógytudomány tudását, tudta, hogy hol tart, nem indított el újabb programokat, és gyönyörűen rendbe jött. Gyönyörűen rendbe jött. Egy iskola példája annak, hogy lehet egy felismerni és megoldani egy ilyen helyzetet. Igen, volt tanfolyamon, és használja a tudását. A másik hölgy is volt tanfolyamon, telefonon beszélek vele, és még mindig ott van, ahol te mondtad. Félelemmel tölti el a gyógyulásnak a tünete, mert most szúr a mellkassa, mert most fáj a nyaka, mert most már nem azzal van baj, amivel elindult, hanem vannak újabb tünetek. Igen, a megoldások, amiket nyújtunk, azok nem csak egy tünetre adnak megoldást, hanem pontosan arról szól, hogy megváltoztassam az önmagamhoz és a világhoz való viszonyomat. Mert ameddig ez nem történik meg, addig alkalmazni fogom a germán gyógytudomány tudományos táblázatát. Önmagam. És mivel elkezdek valóban foglalkozni magammal, és olyan tünetek jönnek, amik derült végből villámcsapásként, épp gyógyulok, jelzem, épp gyógyulok, nem, elkeseredek, és az elkeseredettség az már magányosság, mert engem senki nem ért meg, a helyzetem kilátástalan, mert egyre rosszabbul vagyok, mióta tanfolyamon voltam, nem, folyamatosan gyógyulok, de nekem ez nem jó. Ez nem jó, és kérem szépen, a begyűjtött víz miatt a fájdalmat tízszeresére emelkedik. Hát most bocsánatot kérek. Le van írva, el van mondva, ingyen megnézhető 100 000-szer, hogy miről szól a megoldást követő fázis.
Az exudatív fázisban begyűjtöm a vizet, ödémás leszek, fájni fog a fejem. Ezért van itt, amint látjuk, ahova mutat a nyíl, ezért van ottan sötétebb folt. Mert megnőtt a röntgensugár áteresztő képessége a benne levő folyadék miatt. Fáj a fejem, nagyszerű. És utána mi lesz? És vannak izületi tüneteim, mondjuk. Jön az epileptoid krízis, és annak az a lényege, hogy először rendbeszedi magát a relét. Ki fogom nyomni belőle a folyadékot, és elkezdek többet pisilni, mint amennyi folyadékot megittam. De ha mozgással kapcsolatos, motorikus konfliktusom is van, akkor remegni fog a kezem, lábam, akaratlanul, és akkor nem a mentőket hívom, hanem beteszem a pezsgőt hűteni, mert épp gyógyulok. Hát ez itt a lényeg, hogy megértem az egyes biológiai különprogramokat, hogy ezek hogyan zajlanak le. És nagyon szépen csendben ülök, és folyamatosan nem félek, nem ám. Nem azt a programot futtatom, hogy jobb félni, mint megijedni, hanem azt, hogy jobb bízni, mint félni. Mert ha engem bizalommal tölt el ez a tudás, akkor nem esek kétségbe attól, hogy most tüneteim vannak. Bízom a biológiai testem végtelen bölcsességébe. Csak meg kéne engedjem neki, hogy meggyógyuljak, és eljutnék ide a gyógyulásnak a csodájára. Ez lenne a másfajta megfogalmazása ennek a Hámeri iránytűnek, amely a második természet törvénynek a leírása. De haladjunk, mert igencsak elnyújtjuk a tésztát. Hámer doktor 87-ben embriológiát és magatartás kutatással megfejti a harmadik és negyedik törvényt. Most elhívom a figyelmet mindenkinek arra, hogy az embriológia az a tudomány, amit az anatómián, tehát bonctan magyarul, aznak keretén belül tanulunk, a 9 hónap, amit eltöltünk az anyaméhen belül. Ez annyira konkrét, annyira exakt, hogy ezzel senki nem tud vitatkozni. Tehát Hámer doktor egy konkrét dologra mutat rá. Megtörtént a megtermékenyülés, igen, ez az első sejtosztódás. Aztán ez a második sejtosztódás, és aztán jön az x-edik sejtosztódás. Mi történik? Egyetlen megtermékenyített petesejtből ki fog alakulni a 3 csiralemez. Ezt látjuk itt. Van valaki, aki ezt nem hiszi? Akkor is így alakult ki, ha nem hisz benne. De menjen be egy anatómiai laboratóriumba, és nézze meg, ott hetente ki vannak rakva, hogy a pete, ez az 1 hetes, 2 hetes, 3 hetes, hogy néz ki. Ezt leszoktam vetíteni filmen is, amikor rövidített filmen, amikor tanfolyamot tartom. Na most minden sejtem, tehát a 3 csiralemezből alakul ki, és ez meghatározza, hogy ezek a sejtek egy életen át, az agyi irányítás alatt hogyan fognak működni? Kérem szépen, ez tény. Ezzel lehet vitatkozni, csak nem érdemes. Itt jönnek a szkeptikusok. A legegyszerűbb dolog szkeptikusnak lenni, meg ködpiszkálónak lenni, és mindent megkérdőjelezni, ami másról szól, mint ami az ő meggyőződése. Ennyi. Én azt tudnám javasolni minden szkeptikusnak, hogy azért nézzen szét a világba, és próbáljon meg figyelni arra, ami valójában van, és nem csak azzal foglalkozni, amit ő megtanult valaha. Szóval a 3 csiralemezből egy életre kialakulnak bizonyos sejtjeink, és ezt bizonyos agyi központok fogják irányítani, nem megyek a részletekbe, csak mi ennek a lényege? Hogy nem léteznek az áttétek. Nincs ilyen. Kérem szépen, ha nem lesz a prostata sejtemből csontsejt, nem lesz a tüdősejtemből agysejt, vagy mit tudom én. Hát itt, amikor a betegnél egy csomó mindent felfedeznek, akkor mindent ráfognak arra az egy bizonyos rákra, vagy az is van, hogy nem találjuk a primér daganatot. Minden egyes DHS egyetlen programot indít el.
Ez egyszerűen gyönyörűség. Ha valakinek 10 tünete van, akkor 10 feloldatlan konfliktusról beszélünk. És mit tudok tenni a túlélés érdekében? Vagy a sejtek szaporítását fogom a cél érdekében elindítani a konfliktus aktív fázisban, vagy a sejtek sorvadását, vagy a sejtek működésének a blokkolását. Nincs negyedik lehetőség. Kérem szépen, tessenek ezen elgondolkodni, és nem megyek részletekbe, mert a többi előadásban ott vannak a részletek. Tehát, ha összefoglalom azt, hogy mi történik a szervezetemben, akkor ez annyira egyszerű, hogy ettől hihetetlen. Ez a probléma. De tessék elgondolkodni, hogy vannak programok, túlélő programok, értelmes biológiai külön programok, EBK, ahol sejtet fogok szaporítani, itt van az első kettő, az agytörzsi és a kisagyi vezérlési programoknál először sejtet építek. Mit csinálhatok a megoldást követő fázisban? Hát lebontom a felesleges sejteket, nem? De bár. Vannak olyan programok, ahol az agyvelő vagy az agykéreg irányítására a sejtek számát először sorvasztani, csökkenteni fogom. Mit fogok tenni a megoldást követő fázisban? Na vajon mit? Visszaépítem a hiányzó sejteket, nem? De bár. És mi van akkor, ha csupán az agykéreg tud ilyet csinálni, működést gátlok. Leblokkolom valamilyen sejtnek a működését. Nyilván, hogy a megoldás követő fázisban visszaállítom a működést. Ennyire egyszerű? Igen, kérem szépen, ennyire egyszerű, és tudom, hogy akkor jön a kérdés, hogy de akkor miért vannak a krónikus betegségek? Hát miért? Mert nem oldottam fel a konfliktust. Még mindig benne vagyok a konfliktusban. Még mindig nem tudtam megbocsátani. Még mindig azban a tudatban vagyok, hogy átvertek engem, bolondot csináltam magamba, és a fél oldalam lebénult. És az addig maradt béna, ameddig én ezt a történetet el nem engedem érzelmileg, és pillanat, az utolsó pont a hála. Szóval, függőgyógyulás. Ugyan az élet megoldotta számomra a helyzetet, mondjuk az anyós elköltözött tőlem, de minden héten látom, tehát mi a problémám? Elakadt a gyógyulásom, mert nem oldottam fel érzelmileg a konfliktust. Policiklikus lefolyás, ezek a visszatérő lefolyások, ezek mondjuk a pollenallergiák, vagy az őszi meg tavaszi betegségek, semmi közük nincsen a betegségeknek az időjáráshoz, se a frontokhoz, se az ukrán fronthoz, se semmilyen más fronthoz. Nincs hozzá köze. Egyetlen dolog van. Sínen maradtam, mint József Attila. Mikor a sín érkezik, akkor elindítom a programot. Ennyire egyszerű. Csak itt ritkábban jönnek a sínek. Ez a krónikus megbetegedéseknek az alapja. S ennek alapján, hogy mennyi, de mennyi minden van, az esetleg beleolvasott ebbe a könyvbe, aztán tudja értelmezni mindazt, amit eddig hát krónikusnak, akkor autoimmunnak, gyógyíthatatlannak, meg ismeretlennek neveztek. Szóval, negyedik természettörvény. Hogyan történik a sejtek bontása, építése? A bennünk élő mikroorganizmusok által. Gombák és gombabaktériumok segítenek lebontani a felesleges sejteket a megoldást követő fázisban. Baktériumok és vírusok sejteket építenek a nagy agy vezette programoknál, vagyis segítenek visszaépíteni a hiányzó sejtjeinket. A működés változásnál nincsenek jelen ilyen segítőtársak, mert azok a működésváltozások agyi parancsra indulnak el, és agyi parancsra is fognak megszűnni. Tehát egy agyvérzéses emberben, vagy egy szaglásvesztés esetén ne keressünk baktériumokat, mert nem fogunk találni. Na most ez ellen tiltakozik legjobban a tanult ember, aki valaha is hallott biológiáról, oltásokról, fertőző betegségekről, innentől kezdve, kérem szépen, na ez az, ami a leg,
durván. Na akkor kezdjük azzal, hogy határozzuk már meg. Biológus élettudománya. A élőlény a biológia meghatározása szerint az, aki képes önmaga ellátására, és képes önmagától is szaporodni. Jó van, akkor nézzük meg. Hozd a tiszta vizet. Hozd a tiszta vizet. Mit ír a vírusról a Wikipédia? A vírus mikroszkopikus biológiai organizmus. Vagyis mikroszkóp kisebb, mint amit fénymikroszkóppal meg tudunk állapítani, egy ilyen élő szervezet. Amely nem szeretett szerveződés. Hoppá. És csak parazitaként az élőlények sejtjében képes szaporodni. Tehát nem képes önmagától még szaporodni sem. Méretű 20 és 1500 nanométer között változik, döntő többségüket fénymikroszkóppal nem, csak elektromikroszkóppal lehet megfigyelni. Na most, ha valaki otthon van a fizikában, és nekünk felvételére az elektromikroszkópot is kellett tudni, mert optikából is felvételiztünk, mint fizika, nem csak atomfizikából, ez felvételi tantárgy volt. Tudjuk jól, hogy az elektromikroszkóp alá betett anyagok, azok nem úgy vannak, hogy fogom és beteszem a mikroszkóp alá, mint a tárgylemezt, és megnézem. Ott speciális körülmények vannak, és ezzel itt befejeztem a megjegyzést. Eredetileg bizonytalan. Hoppá! Több elmélet is létezik a származás magyarázására, például regresszív, sejtes, koevolúciós elmélet. Akiket ez érdekel, tessék beírni a Wikipédiába, hogy vírus, és ott ki van fejtve, hogy melyek ezek az elméletek. Miért nem megyek bele? Mert hipotézisek. Semmi nincsen belőlük bebizonyítva. Élőlényi voltuk, itt a tárgya. Hoppá, akkor ezek nem is élőlények, hanem valami mások. Bár vannak élőlények, azon is tudnak. Akkor milyen élőlények? Ellen az élőlények immunrendszere védekezik. Az antibiotikumok nem hatékonyak a vírusok ellen. Nagyszerű. Jó, én most inkább nem mondok semmit. A vélemények eltérnek abban a kérdésben, hogy a vírusok az élet egy formájának, vagy csak élettelen szerves struktúráknak tekintendők-e. Nincs saját anyagcseréjük, és minden tekintetben a gazdasejtől függenek, képtelenek azon kívül szaporodni. Egy kis szünetet tartottam, hogy gondoljuk már végig, hogy miről is van szó. Nincs saját anyagcseréjük. Minden tekintetben a gazdasejtől függnek. Azon kívül képtelenek szaporodni. Hú, na nézzük akkor tovább. A vírusok nem osztódásra szaporodnak. Nocsak. Mivel sejtek nincsenek, hanem a gazdasejttel előkészítetik alkatrészeiket, amelyek aztán spontán összeállnak érett virionnál. Hú, milyen déjà vu élményem van. Mintha ilyet a társadalomban is látnánk, hogy bizonyos vírusok beférkőznek megfelelő helyekre, és utána az egész társadalom azt csinálja, amit ők mondanak. Igen, ez politikai hatásokat is látunk. Így van. Valójában az emberi genom 1%-át olyan endogén retrovírusok teszik ki. Vagyis olyanok, akik velünk együtt élnek. Amelyeknek nincs semmilyen látható kóros hatású. És nagy részük a mutációk miatt már képtelen lenne az aktiválódásra. Most akkor megértjük végre azt, hogy Hammer doktor azt mondta, hogy és vírusok, ha egyáltalán léteznek. Amikor én egyetemre jártam, a vírusológia akkor indult, mint tudomány. És akkor volt még, hogy elektronmikroszkóp, az egy hatalmas dolog volt, ha egy egyetemnek volt elektronmikroszkópja. És tudta kukucskálni, hogy vajon mik azok a parányi néhány nanométeres részecskék, amit mi elneveztünk vírusnak. Nem akarok ebben a témában tovább menni, viszont van egy ébresztő gondolatom, hogy van vírus vagy nincs.
Azt a tudatunk határozza meg. Önmagam és a valóságom tudatos teremtője vagyok. Önmagam és a valóságom tudatos teremtője vagyok. Így nem létezik semmi kívül, ami előbb ne létezett volna belül, és az ne hittem volna el. Ez az igazi hit. És amit elég sokszor mondogatnak neked, és elhiszed, az válik a hiteddé, és azt fogja az élet visszatükrözni. Vagyis ameddig kapaszkodok ahhoz a tudáshoz, amit nekem ex-katedrám kijelentettek, addig ne gondoljak arra, hogy valóban magamévá tudom tenni azt a gondolkodást, amit Hammer doktor felfedezései képviselnek. De nem kell egyetemi végzettség ahhoz, hogy kinézzünk az ablakon, és megállapítsuk azt, hogy minden, ami él, az az élet, a faj fenntartásáért küzd minden nap, önmaga és a faj fenntartásáért. Kérem szépen, ezt első osztályos gyerek is megállapította. Megkérdeztem, hogy nézd ki az ablakon, Zente, mondd meg nekem, szerinted a madarak, a bogarak miért küzdenek egész nap? Hát, hogy életben maradjanak, mondta az első osztályos gyermek. Szóval, mit kell ahhoz megint tennem, hogy erre rájöjjek? Semmi más nem kell tennem, csak figyelnem kéne, és akkor ezekre a dolgokra ugyancsak rájönnék. Szóval ott tartunk, hogy ha ezt mind össze akarom foglalni, az első természet törvény arról szól, hogy egy DHS elindít egy értelmes biológiai különprogramot, ha 10 tünetem van, akkor 10 feladatlan félelmem van, mert vagyok olyan okos majom, az asszociatív gondolkodásommal el tudok egy csomó mindent indítani. Na, ezt az állatok nem tudják megtenni. Értjük? Ő egy konfliktusra ad egy biológiai választ, igen, ez egy biológiai konfliktus, ami a túlélését veszélyezteti, de az ember az asszociatív gondolkodásával elszáll. Asszociatív gondolkodás, egyetlen tudja szükségfoglalót, megmutassam, hogy én hogyan jegyeztem. Mondja. Van öt ujjam, öt természettörvény. Mindennek egy oka van. Az a DHS, ami drámai hirtelen jövő, súlyosan megállt, benne maradok a konfliktusban, nem találok rá megoldást. Így van. Ez az egy DHS elindít egy programot. Minimum egyet, embereknél akár többet is, hogyha az asszociatív kísérletről beszélünk. A második természettörvény kimondja, hogy minden értelmes biológiai különprogram két szakaszban nyilvánul meg. Van egy konfliktusaktív fázis, és egy megoldást követő fázis. A megoldást követő fázisnak is van két kis hulláma, én így jegyeztem meg. Az exudatívban vizes tüneteim vannak, ki vagyok főve, begyül a víz a biológiámba, epileptői krízisben ez eltávozik, illetve jön a hegesedési fázis, a hegesedési szakasz, a második görbe, amiben nagyon gyenge és nagyon fáradt vagyok, étvágyak van, és már a gyógyulás felén túl vagyok. Itt szoktunk nagyon megijedni, laikus emberek. Ja, Istenem, meggyógyulok. A harmadik természettörvény a három csiralemezre utal vissza, ugye ez az embriológiában ismeretes három csiralemez, és háromféle dolgot tud a biológiám tenni. Vagy sejtet épít, vagy sejtet bont, vagy működést változtat. A negyedik természettörvény, és akkor itt a négy ujjamat használom, kimondja, hogy négyféle segítőnk van. Méghozzá a gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és vírusok, bár egyáltalán léteznek, ahogy nem doktor pontosan idézem. És az ötödik, ez a... Bocsit, de mindennek értelme van. Ez azt jelenti, hogy minden egyes értelmes biológiai külön program, már az elnevezés is fantasztikus, fogalmazza, hogy egy bizonyos értelemmel zajlik, amelynek a lényege a túlélés és a faj fenntartása.
Én naív, laikus, germánygyógytudomány szerető, valamennyire ismerő lényként ülök most itt. Második foglalkozásom az állatorvosi ló. De messzebb mennék. Ez túlmutat már azon, amiről te keddenként beszélsz, és rá szeretnék egy kicsit utalni, vagy rá szeretném a fényt vinni arra, amit tőlem lehet hallani szerdánként, hogy értelme van. Értelme van, de csak akkor, ha tanulok belőle. Értelme van akkor, ha felébredek. Értelme van akkor, ha változtatok önmagam hozzáállásán, a gondolkodáson, ahogy beszélek, ahogy az emberekkel kapcsolódok, ahogy önmagamra tekintek. Értelme van akkor, és saját indikáimról beszélek. Az volt az értelme, hogy valamit másképp, máshogyan tudatosabban. És az értelmes biológiai külön program nem egy átok, nem egy istenverése, nem egy csapda, hanem egy testi megélésre adott biológiai válaszreakció, amely még akkor is, amikor a legsúlyosabb diagnózisokról beszélünk, akkor is a túlélésemet rejti magába. Ha az embert nem csak egy 80 kilós élő szervezetként tekintjük, akinek van pulzusa, vérnyomása, koleszterin szintje, mindenféle egyéb folyamata, hanem úgy tekintünk, mint egy olyan lényre, akinek van teste is, de nem csupán a test. És a konkrét kézzelfogható biológiai test, amelyről ilyen szépeket és ilyen fantasztikusat írt le Hammer doktor. Ha még a test is képes önmagát meggyógyítani, akkor mire hivatott az ember? Ha az embert úgy tekintjük, hogy test és lélek, és ugye a lélek a testben benne lakik. És ez a nagybetűs lélek. És ez a nagybetűs lélek egyértelműen. És ha a konkrét kézzelfogható fizikai testre úgy tekintek, mint egy borításra, mint egy nagyon tetszetős, önjavító csomagolásra, akkor fel kell tennem a kérdést, hogy ki is akkor az ember, ha a csomagolás is önmagát megjavítja. Szeretnék én ilyen csomagot rendelni az aktuálisan online szállító cégtől, a világ másik végéről, hogy feladnak egy csomagot, és a csomag állandóan újra csomagolja magát, hogy hibátlan, kifogástalan, tökéletes formában érkezzen meg hozzám, minden viszontagság ellenére. Azt hiszem, izgalmas lenne ilyen kérdésekbe is belegondolni. De ez nevezette biológiai bőrbucinak. Én bőrbucinak hívom a konkrét kézzelfogható fizikai testet, de maradjunk még ennél egy picit. Látjuk azt, hogy mitől tud meghibásodni a test. A meghibásodás, amit mi hibának tekintünk, az egy javításnak, önjavításra felkészült állapot, ha a túlélés érdekében történik, és akkor lezajlott a program, helyrehozzuk mindazt, amit a túlélés érdekében elvégeztünk. Ennyi. Az első természetesen rámutat az okra, hogy mitől. A második arra, hogy hogyan zajlik. A harmadik, hogy miért. Miért úgy zajlik el. A negyedik, hogy kik a segítői. Kik tudnak ebben a folyamatban támogatni. Hát nem vagyunk magányosak, mert vannak segítői. Amúgy kisebbségben vagyunk a biológiai testben, a mikroorganizmusokat tekintve. Ők vannak többen, igen. És az ötödik már felhívja az éberségünket. Na, itt jön a tudatosság. Hogy értelme van. De addig, ameddig mi az értelmet csak abban látjuk, hogy most a rózsaszínt, vagy a sárgát, vagy a lila kapszulát kapkodom, mert ezt írták fel, addig nagyon nehéz értelmet találni. Nagyon nehéz értelmet találni egy megváltozott egészségi állapotban. Hogy értelme van-e úgy élni, hogy, és ez a kérdés nagyon sok betegben felmerült, és bennem is, amikor sok ébéken volt.
Mi értelme van annak, hogy folyamatosan hol itt fáj, hol ott fáj, állandóan problémákkal küzdünk ebben a testben? Az az értelme, hogy felhívja a figyelmünket, hogy valahol még mindig a félelem irányít bennünket. Az értelem abban rejtőzik az én olvasatomban, és ez a személyes véleményem csupán. Az, hogy kívül kerüljünk arról az ösztönlény üzemmódból, abból az állandóan, szüntelenül szenvedésre kényszerülő magatartásból, amit a hibás gondolkodásunk hozott. Így van. Na most a hibás gondolkodásunk helyretételében segít Palmer doktor tudományos táblázata, mert itt konkrétan össze van foglalva német precizitással mindaz, ahogyan a biológiánk működik. Nagyon rövid leszek, mert ez az öt természet törvényről szóló előadásban úgyis benne van. Tehát vannak falat konfliktusok, és ezt az agytörzs irányítja. Ezt a táblázatnak az első oszlopába fogjuk megtalálni. Mindig először sejtet építünk konfliktus aktív fázisba, megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket, túladásos folyamatok kíséretében. Mi az, hogy falat konfliktus? Ez rólam szól. Rólam, az én túlélésemről. És az én túlélésemhez nem kell az anyám vagy a nagyanyám nyugdíja, nem kell a gyermekem, nem kell a házasztársam, nem kell a nyugdíjam, semmi. Levegő kell, kérem szépen, a túléléshez. Víz, táplálék, fény és hang. Ez is öt. Ebből egyedül, amiért egy életen át güzülünk, az a táplálék. Mert levegő, fény, meg hang eddig még ingyen van. Víz is kerül, akinek van saját kút az udvarán, az még azért se kell fizessen. De azért a táplálékért képesek vagyunk egymás szemét kikaparni. Levegő, víz, táplálék. Itt van a legsúlyosabb program, ami minden, de mindent súlyosbítani képes, erre már utaltam, és ugye ez a magány és egzisztenciális konfliktus. És a maradjatok otthon program, és az egész pandémiának nevezett cirkusz nem pont erről szólt? Hogy egzisztenciális félelmeink legyenek? Hogy ha van valamilyen biológiai programunk, akkor halljunk bele? Hát ezért tartottam 54 napon keresztül webkonferenciát azoknak, akik ott voltak. Hogy ez ne történjen meg. Kisagy. Itt van a kisagy által vezérelt program a narancssárga oszlop felső részében. Itt is először építem a sejteket a konfliktus aktív fázisban, megoldásban lebontom. Miért? Mert ha támadást élek meg, vélt vagy valós támadást. Ugye mondtam, hogy az agyam nem tesz különbséget valóságállam és illúzió között. Tehát ha csak attól félek, hogy megtámadnak engem, akkor elindítom a szövetek szaporulatát az irhában, a burkokban, és hogyha bemocskoltsági konfliktust élek meg, akkor az irhának az egyéb sejtjeit fogom érinteni, verejtékmirigy és fagyúmirigy. Gondozási konfliktus viszont azt jelenti, hogy túlzásba viszem az aggódást, most ennek az ellenkezője is pontosan ugyanazt fogja csinálni, vagyis emlő, mirigy, szaporulatot, ez pedig az állandó vita és veszekedés. Na most ezeket a konfliktusokat talán ki lehetne iktatni az életünkből. Ha megnézzük az interneten, hogy mit írnak a mellrákról, hát egyszerűen hát a bányász béka tudatossági szintje magasabb, mint az, ami ott le van írva. Hogy genetikai, hogy ez, hogy az. Csak arról nem írnak, hogy három dolog tud meldaganatot okozni, hölgyeim. A fölösleges aggódás, az elválasztási konfliktus és a vita veszekedés. Nincs negyedik. Ennyi. Nem kitüntetni kéne és oda ilyen hurkot rakni rózsaszín pántlikából a meldaganatra hívjuk fel a figyelmet, hanem arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ne aggódjunk, hogy ne veszekedjünk, és hogy ne éljünk meg elválasztásként
konfliktusként egy olyan elszakadást, ami teljesen életszerű. Hát a gyerekem nem azért van, hogy mellettem legyen, még élek, hanem azért van, hogy elengedjem szeretettel, és fedezze fel ő a világot, és élje a saját életét. Mert hogy a szeretet, azt kérem, azt jelenti, hogy feltétel nélküli elfogadás. De valóban szeretem én a gyermekemet, ha nem tudom elengedni? A választ adja meg mindenki maga. Az agyvelő programjait itt találjuk, a narancssárga oszlop közepén és alján. Ez már önleértékelésről szól, mert az önleértékelés önpusztítást okoz, tehát először mindig bontom a szöveteket fájdalom nélkül, majd visszaépítem fájdalommal. Szükségünk van erre? Miért élünk önleértékelésbe? Mert elhitették velünk, hogy nem vagyunk úgy jók, ahogyan vagyunk. Mert elhitették velünk, hogy rajtunk van az eredendő bűn. És innentől kezdve már mi nem vagyunk tökéletesek. Igaz, hogy Isten gyermekei vagyunk, de azért bűnösek vagyunk. Ez valahogy nem fér össze a fejembe, mert azért amikor én még teológiára készültem, azért még gondolkodni nem felejtettem el. Szóval önleértékelés, önpusztítás. Amikor rájövök arra, hogy úgy vagyok tökéletes, ahogyan vagyok, akkor ezt innen kihúzhatom az életemből. Az agykéreg által irányított programoknak a lényege, hogy itt vannak a sejtes programok felül, alul pedig a működésváltozások. Itt is először bontom a sejteket konfliktus aktív fázisban, de itt már a konfliktus aktív fázisban megélhetem a fájdalmat, ha ősszáj nyálkahártya séma szerinti programról van szó, például bosszankodás, ledugtak a torkomon valamit, és a többi, és a többi. Megoldásba visszaépítem a hiányzó sejteket. A működés változás pedig mindig a működés gátlásáról szól, majd annak visszaállításáról a megoldás követő fázisban. De ha elgondolkodnánk azon, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogy hogyan tegyük feleslegessé, akkor talán egy teljesen más szempontból néznénk erre a tudományos táblázatra. Mert a konfliktus, minden konfliktus, kérem szépen arról szól, hogy nem tudom elfogadni a valóságot olyannak, amilyen. Egyszerűen fogalmazva, nem így képzeltem el. A következő fólia viszont bebizonyítja, hogy 98. szeptember 11-én Trnavában, ugye a Pozsony Egyetemhez tartozó klinikán bebizonyították, hogy Hammernek igaza van. Nagyon érdekes, hogy ennek az egyetemnek a pecsétjében egy ismert személynek a fejét találjuk meg. Hát aki telefonon nézi, az nem sokat ért meg belőle. De erre már felhívtam a figyelmet előző előadásokban is. Tehát már 24 évvel ismerték Hammer doktor téziseit. Mégsem ezt tanítják az egyetemen. És ugye tudjuk, hogy miért. Most néhány dolgot helyre kéne tenni, amit én hallottam nem egyszer, csak hogy ameddig ezzel egyetért valaki, addig ne várjon semmilyen gyógyulást. Kérem, a germán gyógytudomány nem meditáció. Ez nem egy meditáció. Hogy ki mit ért meditáció alatt, az egy külön történet, meg nagyon kellemes dolog meditációs, meditatív állapotban lenni, főleg akkor, ha ez a meditatív állapot egy magasabb tudatossági szintre emel, de ebben most nem megyek bele. Ez tudomány, kérem szépen, tudomány, és nem meditáció. Nem csupán egy diagnosztikai eszköz. Aki ezt állította, már frekvenciát váltott.
Ő ennyit látott a germán gyógytudományban, és mondta, és mondta, és mondta, hogy milyen diétákat kell csinálni, meg hogy kell táplálkozni, meg hogy kell egyéb életmódot változtatni ahhoz, hogy meggyógyuljon. Nem jött neki össze. A germán gyógytudomány ismerete elegendő a gyógyuláshoz, állítják sokan, akik germán gyógytudománnyal foglalkoznak. Kérem szépen, nem elegendő. Mert ismerhetem én az öt természet törvényt, megtanulhatom a táblázatot kívülről, és még mindig tudományosan fogok szenvedni. Ezt tessenek megérteni. Hát tudjak ehhez egy rövid mondatot. Tessék. Akkor, amikor én ismerem a germán gyógytudomány tudományos táblázatát, igen, akkor sincs rá garancia, hogy nem érek meg DHS-t. Hát nincs. Ha pedig elakad egy gyógyulás, vagy egyáltalán nem tudom, vagy nem akarom azt a konfliktust feloldani, hát igen, vagy olyan problémás életkörülményben élek, amin nem akarok változtatni, mert kényelmesebb, és itt azért igen, a betegségelményről is kellene pár igen, szót szólni, igen, hogy mit hozott, milyen extra jutalmat hozott ez az én életembe ez a betegség, hogy figyelnek rám, hogy jövedelmet hoz, hogy a páromnak az én ellátásom miatt egy biztos munkahelyet, mert és tovább. Igaz, hogy nem vagyok boldog, de az anyagi biztonságon biztosítva van. Önmaga valamit ismerni és valamit alkalmazni között, akkor a különbség, mintha elolvasnék egy ilyen vastag szakácskönyvet, minden receptet elolvasnék, és azt gondolnám magamról, hogy olvastam egy könyvet, profi vagyok. Hát, profi sép. Érdemes lenne arra rávilágítani, hogy a germán gyógytudomány megmutatja nekünk, hogy milyen értékes a testünk és az egészségünk. Rávilágít arra, hogy hány helyen vagyunk kötődve az anyagban. Falatokért csóvárgunk, támadjuk egymást, leírjuk az anyagunkat, elszakadunk, vitatkozunk, működést változtatunk. Ezek mind-mind szükségletekhez kötött viselkedésmód. Egyértelműen nem tudunk teljes mértékben minden szükséglettől hirtelen holnap felmondunk, hogy nem iszunk, nem eszünk, nem alszunk, és így tovább. De ennek a minőségét, az alapvető szükségleteink betöltésén túl talán nem kellene életfeladattá tenni, hogy az én életfeladatom az, hogy három luxus jaktom legyen a Dunaparton kikötve. Mert ezek csak arra mutatnak rá, hogy én, nekem hol van a figyelmem, a tudatosságom, milyen szinten van jelen példa szerint az anyagban horgonyozva. Valamit ismerni, és valamit alkalmazni, valamit integrálni, belsőbbé tenni, sajátommá tenni, hogy a gondolkodásmódom, ha bármilyen tünetem panaszomban, na az legyen, hogy ez áttét, vagy biztos valami komoly szervi bajom van, hanem tudja körülni esetleg egy megoldási tünetnek, akkor, amikor ismerem, értem, és élem a hétköznapjaimban már, éber vagyok, felfigyelek a konfliktusokra. Már a DHS pillanatát, ezt nem tudom kivéveni, de onnantól, a DHS pillanatától, legyen az ötödik perctől már tudom, hogy most mivel nézek szembe, és bocsánat, mit kockáztatok, ha ebbe az állapotba benne maradok. Még mindig az igazságtalansággal foglalkozok, és bevállalom, hogy fájni fog a nyakam. Igen, ez az én példám. Egy olyan helyzetben voltam, amikor valami nagyon igazságtalan körülmény kínálkozott. És hát azért az igazságért való küzdelem az ez mindenkiben benne van. Persze. Bennem talán egy picivel túlzott mértékben is belém szorult, és egy adott pillanatban így felismertem a helyzet komikumát, hogy megéri nekem ezt a
ezt az ellentmondásos beszélgetést fenntartani, úgy, hogyha ezt megoldom, fájni fog a nyakam. Kell ez nekem? Kell ez nekem. És akkor döbbentem rá, hogy hát nem, tudod mit, mondja. Igazad van. És ez volt az első olyan nagy-nagy felfedezésem személy szerint, amikor már nem csak értettem, és tudtam, hogy úgy ez a dermális program először pont, és utána épít, és ugye a visszaépítés az fájdalommal jár, hogy bár volt egy DHS, volt egy megbotránkoztató, megütközést váltó mondat, ami fennakadt a szűrőmön akkor, mert ez igazságtalan, de különbséget tudtam tenni, hogy ennek a helyzetnek van-e konkrét tétje. Mert ha nincs, és számomra enélkül is zajlik tovább az élet, hogy, és gyakorlatilag ez most egy ilyen kierősebb a Szemétdombon című fejezet lett volna, akkor döbbentem rá, hogy igen, ez maga egy életvitel, egy életforma, egy gondolkodási struktúra, egy érzelmi átalakuláshoz vezető első lépcsőfok, a tudatosság azon szintje, amikor már nem megyek bele olyan dolgokba, amelyek a biológiai testemet, annak jólétét és egészségét kockáztatják. Na ez nagyon-nagyon szép összefoglalás volt, Réka. Nagyon-nagyon. Hát remélem, hogy mindenki megtalálta a Réka mondandójában azt, ami a saját életében előfordult, vagy megcsinálta, vagy emlékeztetőt kapott rá, és amint erre már Réka is utalt, ugye valós megoldást kell találnunk a valós okok feltárásával, és nem elég megismerni, hanem alkalmazni kell a germán gyógytudományt. Minden esetre, ha már ismerem a germán gyógytudományt, akkor már van egy biológiai tudatosságom. Ami nem a tudatosság legmagasabb oka, de messze. Az első lépés. Az első lépés. Ha kívül helyezkedjek el ezen a ponton, az ösztönöm üzemmódon felül. Így van, itt kezdődik. Vagyis az első lépés a konfliktusnak a tisztázása, ebben segít a germán gyógytudomány. Mert, mint már említettem, senki se unalmában fog megbetegedni. Nem a legyek hordták össze a rákjaidat, így van. De mi ebben a nagy akadály? Az, hogy nem vagyunk őszinték önmagunkhoz. Tessék megpróbálni családon belül rámutatni arra, hogy kinek mi a problémája. Rögtön hárítani fognak, tiltakozni, mert az mégiscsak az én titkom, hogy van aranyerem, vagy nincs aranyerem. Így van? De ha valakinek a viselkedéséből azt látom, hogy identitás problémája van, és csak rákérdezek, hogy és nincs aranyered, a tekintetében ott lesz az igen, és a válaszában pedig ott lesz a nem. Tehát légy őszinte önmagadhoz, amíg állarcokat viselünk, addig kérem szépen, semmi, de semmi nem fog megváltozni. Második lépés, ha már elfogadtam mindazt, hogy így működik a biológiai 4% testem, akkor kéne következzen a konfliktusnak az érzelmi feloldása. És erről már rögtön az elején beszéltem, hogy megértéssel, mert ha ismerem a germán gyógytudományt, akkor megértéssel tudom fogadni, hogy valakinek megalomán a viselkedése, vagy skizofrén, vagy éppenséggel olykor agresszív, vagy felelőtlen dolgokat állít magáról és a környezetéről, mert konstellált állapotban van, nem megyek a részletekbe. Na most az érzelmi feloldásnak tehát az első lépése, hogy ismerem a germán gyógytudományt és megértem. Amit megértek, azt már meg tudom bocsátani. És ha már megbocsátottam, akkor el tudom engedni szeretettel. És utána felteszem a kérdést, hogy és mit tanultam belőle? A konfliktust az el nem fogadás okozza mindig. A szeretet pedig a feltétel nélküli elfogadást jelenti.
Tehát akkor mit is tanultam minden konfliktusomból? A harmadik lépés az, hogy nem reagálok, hanem tudatosan megőrzöm a belső békét. Ez kérem szépen a legnagyobb kincsünk, amit senki nem tud elvenni, de minden nap ezt meg kell teremteni. Ezzel kellene indítani a napot, hogy megteremtem a belső békémet, akit érdekel ez a téma, eljön a háromnapos alapszintű képzésre. Ez vezet el egy másféle tudatossághoz, és ezen a szinten már nem fogom aktiválni a bennem levő biológiai különprogramokat, amik különben maguktól nem indulnak el. A germán gyógytudomány rámutat arra, hogy nem függnek a betegségek azoktól a tényezőktől, amire mutogat az akadémikus orvoslás. Viszont függenek a fel nem oldott érzelmi megváltoztatások számától, a konfliktus aktív fázis hosszától, a sinektől, és ezek mind befolyásolják a klinikai lefolyást. Vagyis ha halmozom a konfliktusokat, akkor már megváltozik a személyiségem, a viselkedésem, és lesznek hangulati változások. Akiknek ilyen problémájuk van, rengeteg feloldatlan konfliktussal küzdenek. Ha értem, hogy mi áll az ember viselkedés változása mögött, akkor tudok rajta segíteni. Na most, ha ismerem az egyes külön programokat, mert ugye ezzel foglalkozom, akkor felismerem a valós kiváltókat, és ezzel valós megoldást is tudok kezdeményezni. De a kérdés az, hogy a betegnek ez jó vagy nem jó, elfogadható vagy nem fogadható el. Mindig az a legjobb megoldás, ami a beteg számára a legelfogadhatóbb. Ezért mondja a Hammer doktor, hogy itt nem az orvosnál van a karmesteri pálca, hanem a betegnél. És ezért írtam ki a weblapra, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Na most a germán gyógytudomány az valóban tudomány. Kérem szépen, tessék utána nézni, hogy mi a tudomány meghatározása. Pontosan az, hogy reprodukálható. Minden halálfélelmi konfliktus tüdőszövet szaporulatot indít el. Minden aggódás emlőszövet szaporulatot indít el. Úgyhogy ez nem téma, ez reprodukálható. Ez Japánban is így van, és üdvözlöm a japán hallgatót, aki itt van közöttünk. Így van Ausztráliában is, és üdvözlöm az ausztráliai hallgatókat is. És így van a világ többi részén, hadd ne soroljam fel, hogy az 500 ember a világ hány részéről gyűlt össze, aki hallgat most minket. Kérem szépen, ha nem tudom érzelmileg megoldani a DHS-t, akkor szenvedhetek tovább tudományosan, és ez még akkor csupán a biológiai tudatosság szintje. Engedd meg, hogy egyetlen egy mondatot tűzlek hozzá, és egy kicsit szerintelennek fog tűnni, de szíves figyelmükbe, figyelmetekbe ajánlom a szerdai webkonferencia sorozatot, mert most az érzelmek csapdájáról beszélek, egy hosszú előadás sorozatot kezdtem el 3 héttel ezelőtt. Ez lesz a 4. előadás, amelynek címe Hogyan szabaduljak ki az érzelmeim csapdájából, és a halogatásra fogok most megoldásokat, csak és kizárólag megoldásokat nyújtani egyiket a másik után. A lényege az, hogy az érzelmi átalakításban, az érzelmeink csapdáiból hogyan tudnánk kimászni, mert érzelmileg megoldani, azt jelenti, hogy foglalkozom vele, hogy megengedem, hogy ez az érzelem, ez átalakuljon, átminősüljön bennem, a gondolataim és az érzelmeim szintjén is egyaránt. A szerdai webkonferenciát ugyanígy lehet elérni, mint a keddit, a Karesz weblapján. Ott van a fülhőt szerdai. Nem a biológiai test egészségbetegség megközelítésből lehet hallani, de az érzelmi átalakításnak a lényegét szeretném megmutatni. Hétről hétre más érzelemről fogok
beszélni, mindegyik rész önállóan is érthető, de meghívok mindenkit nagy szeretettel, hogy tartson velem szerdáról szerdára, mert olyan segítséget szeretnék átnyújtani, amelyben az érzelmi megoldást, érzelmi átalakítást, illetve a tudatosságunk fejlesztését kínálom és nyújtom át azok levőknek. Ugyanúgy ingyenes, ugyanúgy 9-kor kezdődik. És ugyanolyan fontos, mint a keddi webkonferencia. Folytatjuk itt, ne halogassuk az érzelmekkel való munkát. A halogatásnak a lényege az, hogy hosszú konfliktus aktivitásba kerülünk, mert nem foglalkozunk vele, mert szőnyeg alá söpörjük. Foglalkozunk a testünkkel, a lelkünkkel, a fejlődésünkkel, a tudatosságunkkal. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, ha megértettem, meg tudom oldani, és hogyha megértettem és megoldottam, akkor meg is tudom előlegezni, meg tudom előzni a dolgokat. Ez az igazi prevenció, hogy tudom, hogy hogyan betegszek meg, és abban a pillanatban eldöntöm, hogy ja, köszönöm, ezt nem kérem. Én 15 évig kerestem a megoldást, ennyire kitartó vagyok, és nagyon sok mindent megismertem, megtanultam, levizsgáztam belőle. Nem dicsekszem a különböző végzettségeimmel, maximum annyit írok ki, hogy orvos, természetgyógyász és germán gyógytudományterapeuta. A mai előadás alatt csak a nevem szerepel. Abszolút nem számít, hogy milyen végzettségem van. Egyetlen dolog számít, hogy még mindig félelemben élek, vagy átadtam-e a lelkemnek az irányítást. Ezért nem szerepel semmi, de semmi a bevezetőképen, csak visszahozom, tessenek megnézni. Nem véletlen. Szóval, ha mindez nem lenne igaz, akkor már régen tanítanák az egyetemeken. El tudjuk képzelni? Ezt már rég tanítanák, mint egy újabb feltételezést. És ha ez nem lenne igaz, akkor nem hagytam volna ott azt a munkát, amit addig szívvel, lélekkel, teljes meggyőződéssel csináltam, csak hogy nem jöttek az eredmények. És ezért kezdtem el keresgélni más megoldások irányában is. Minden orvos eljut oda, akadémikus orvos, hogy látja, hogy valami hibázik. És akkor hát foglalkozzunk egy kicsit, mit tudom én, akupunktúrával, a másik gyógynövény ismerettel, a harmadik diétával, a negyedik manuálterápiával, valamivel kiegészíti a tudását, mert érzi, hogy itt valami nem stimmel. Kérem szépen, ezt nem javítgatni kell, hanem 180 fokos fordulat kell ahhoz, hogy minden megváltozzon. És először a fejünkben kell megtegyük ezt a 180 fokos fordulatot. Mert ha nem merjük megkérdőjelezni mindazt, amit tudománynak neveztek, akkor ott maradunk a tudatlanságban. A tudomány, kérem, az, ami reprodukálható. Ami nem reprodukálható, az nem tudomány. Befejezésül egy jó hírt hoztam, megjelent az új magyar mutáns vírus, a világban a vírus neve szeretet. Na kérem szépen, ha a félelem terjedése helyett a szeretet, vagyis a feltétel nélküli elfogadás, a bizalom, a belső béke terjed ezen a bolygón, akkor minden megváltozik. És nagyon sok ember él belső békében, nyugalomban, elfogadásban, függetlenül attól, hogy milyen papírjai vannak, hogy mit végzett. Ehhez nem kell egyetemi végzettség, hogy megtaláljam a belső békémet. Ehhez csak figyelnem kell. Figyelnem kell a természetet, mert abban ott van a teremtés minden titka. Abból fogom megérteni, hogy ki vagyok én valójában, és hogy mi a fenét keresek ezen a bolygón. Ezt a témát taglalja, fejtegeti Réka, aki minden szerdán, és amíg ezt nem tesszük rendbe, addig alkalmazni fogjuk a táblázatot a hátunk mögött. Vagy
ezt a könyvet, ami tartalmazza a teljes táblázatot, és tartalmazza a krónikus betegségeket is pluszban. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és Rékának a közreműködését külön köszönöm. Lényegre törő rövid megfogalmazásokat kérek.